Vendégeim pedig, ahogy említettem, Deák Dániel és Nagy Attila Tibor. Szervusztok, jó estét kívánok! Sziasztok, jó estét! Ja, most sokat lehet hallani erről az ominózus feljelentésről, amit tudunk, hogy valószínűleg itt egy új bankokról van szó, egymás utáni sorszámozott bankokról van szó, amelyet leadtak, utána majd kibontjuk ezeket a részleteket, de szerintetek ezzel a feljelentéssel, vagy amit abból megismertünk, azzal megdőlt egy az egyben ez a Ládika mítosz? Hát már az a Ládika mítosz már akkor megdőlt, amikor Karácsony Gergely kiejtette a száján, tehát senki sem hiszi el szerintem a magyar közéletben ezeket a ládákat, tehát már a baljvás oldalon a politikusok sem védik Karácsony Gergelyt ebben az ügyben, egyszerűen nem hiszi el senki ezt a Ládika történetet, és ugye ma az OTP-nek ez a feljelentése részletesen kifejti, hogy gyakorlatilag ilyen kötegekben vitték be egymás után sorszámozott frissen nyomtatott eurókat, meg különféle pénznemeket, és hát nincs az a Ládika, amiben így kerül behelyezésre egy-egy köteg pénz, tehát teljesen irreális, szürreális, nem véletlenül, hogy Karácsony Gergely saját maga sem mutatott egyetlen fényképes bizonyítékos sem azzal kapcsolatosan, hogy léteznének ilyen ládák. Deák Dani téved, amikor azt állítja, hogy senki nem hisz ebben a ládikás történetben, mert Karácsony Gergely hisz. Ő ma a Facebook posztjában megerősítette, hogy voltak ilyen ládiák, sőt azt mondja, hogy az OTP feljelentése téved a Ládika nagyságát illetően. Ezzel együtt annyiban, Dani, nem téved, hogy ez a Ládika magyarázat kicsit erőltetetten jött elő, és várni kellett egy kicsit, amíg Karácsony valamiféle magyarázattal előáll. Az sem segíti a helyzetet, hogy Perjes Gábor, a Párbeszéd önkormányzati képviselője, aki ugye biztosította, illetve átadta ezeket a bankokat az eddigi információnk szerint, hát nem sietett a minél meggyőzőbb, minél transzparensebb magyarázattal, viszont ezzel a Fidesz támadási előnyhöz jutott Karácsony Gergellyel szemben, ezzel az OTP feljelentéssel. Kíváncsi vagyok, hogy vajon az OTP örül-e neki, hogy a neve most pártpolitikai mezőbe került? Hát az már más kérdés, hogy ez nekik mennyire jó vagy sem. Az viszont, amit te is említettél, Dani, hogy a korábbi szövetségesek vagy hallgatnak, vagy ugye nem igazán tudnak mit reagálni, mi megkerestük az LMP-t, és ők ugyanazt a kis rövid közleményt mondták el, amit itt a stúdióban már korábban is, hogy szeretnének bővebb magyarázatot, ők se tudják, hogy ez a pénz honnan jött, mire használták, kitől származik, és ők is magyarázatot várnak hónapok óta, hiszen itt már nyáron is azt mondták a stúdióban a különféle politikusaik. Egész egyszerűen kicsit úgy tűnik, mintha ez vagy mindenki tudott róla, és most mindenki hallgat, vagy egy olyan magánakciója Karácsony Gergelynek, vagy akciója lehetett, amiből kizárta a szövetségeseket, akkor viszont egy lehetséges együttműködés, vagy egy korábbi együttműködésnek a hitelessége romlott meg utólag. Szerintem egyébként ez a történet, tehát Karácsonynak ez a félmilliárdja gyakorlatilag kéz a kézben jár a külföldi finanszírozási botránnyal. Lesznek további vizsgálatok, egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha előbb-utóbb kiderülne, hogy ezek a pénzösszegek sem Magyarországról származnak, hanem külföldről származnak, innentől kezdve nemzetbiztonsági kockázat. És Karácsony Gergelynek nem is most az, hogy most pontosan hogyan, meg milyen módon jöttek ezek a pénzek, nem ez a legfontosabb politikai szempontból, hanem az, hogy hazudik. Tehát az, hogy tényleg szépen végig lehet venni, hogy állít valamit, rövid idő belül kiderül, hogy az hazugság, nem felel meg a valóságnak. Ugye először kezdte azzal, hogy nincs pénz az ellenzék kampányában. Kiderült, hogy milliárd számra kaptak összegeket külföldről. Hazugság volt. Utána jött az a történet, hogy ezek mikroadományozók voltak. Pont a Megafonnál mutattuk be, hogy szó sem volt mikroadományozókról. Ugye a híres Action for Democracy oldalán 11 adományozóról volt szó, tehát több mint 200 milliós tételekben fizették be ezeket az összegeket. Hasonlóan most egyébként Karácsonynak az adomány ládikáihoz, és hát ugye ezt követően mondták azt, hogy a Karácsony Gergely is, hogy hát itt adományládák vannak, meg nem tudom milyen módon gyűjtötték ezeket a pénzeket. Most az OTP-nek a vizsgálata egyértelműen mutatja, hogy erről szó sem volt. Tehát sorra állít valamit, és jönnek a lebukások, és politikai szempontból ez rendkívül káros. Mielőtt Attila folytatja, akkor a főpolgármester Facebook posztjából hadd idézzek, mert ő arról ír viszonylag hosszan, hogy a propaganda az időről
időről időre különféle ügyeket talál, amivel őt támadhatják, gyártanak teljesen kamu városháza ügyet, tolják a hazugságot, ha gyomot látnak a városban, ha autókat a piros lámpánál, és a többi, és a többi. És azt írja, hogy egy teljesen jogszerű adománygyűjtés most egy olyan anyaggal akarnak lejáratni, amiben nem elég, hogy az Ormány kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták. Ő pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy ez az egész ügy, ez hazugságon alapul. Így van, ahogy az előbb mondtam, Karácsony azt mondja, hogy nem jól állapította meg például az OTP a láda méretét, de egy picit tovább lépve ebből, azért ne legyünk naivak, tehát most ez azért érdekes a Megafonnak, a Fidesznek ez a dolog, mert közeleg a júniusi választás, az európai választás és az önkormányzati választás, megpróbálnak Karácsony Gergelyen és az ellenzéken fogást találni. Az mondjuk, és reagálva a te korábbi kérdésedre... Az fogástalálás, hogy nyilvánosságra került egy hivatalos feljelentés, amelyet az OTP... Természetesen fogástalálás, hiszen a Megafon látom, hogy rögtön felhájpolja ezt az egész dolgot, tehát a Megafonnak, meg a Fidesznek jól jön az OTP feljelentése. Én tagja vagyok a Megafonnak, és azért is jött létre, hogy egyébként a baliberális politikusok ne tudják adni itt az áldozati szerepet, meg azt mondani Karácsony Gergely, hogy én ártatlan vagyok, én teljesen jó kisfiú vagyok. A ítélet nem állapította meg még Karácsony Gergely, meg de az adományozó. Csak te rögtön azt mondtad, hogy hazudik. Nem, hát ugye az, hogy most jogszabályokat kiállt valaki, és ugye úgy kapja a finanszírozást, ez egy dolog, tehát lehet, hogy igaza van Karácsony Gergelynek, és mondjuk jogilag megállja a helyét, nem véletlen egyébként, hogy most várható egyébként szigorítás ebből a szempontból, tehát ugye a Fidesz frakció már bejelentette, hogy gondolkodnak azon, hogy milyen módon lehet szigorítani a jogszabályokon, hogy ne lehessen ilyen kerülőutakon külföldi forrásokat becsatornázni párpolitikai célokra. Kettő pedig a politikai szempont, tehát politikai szempontból egyértelműen tetten érhető a hazugság, tehát még egyszer felsorolom, állít valamit Karácsony Gergely, kiderül, hogy nem igaz, ez számomra hazugság, és a jobb oldalon még jó, hogy feljük a figyelmet arra, hogy ez egyértelműen nem Karácsony azt mondja, hogy amit ő a ládekáról említett, az pedig igaz. Jó. Egyébként az időgépről meg annyit, mert felvetetted, tehát az időgépről meg annyit, hogy mondjuk az időzítés valóban érdekes, mert ugye amikor ez a 99 mozgalom létrejött, akkor még úgy volt, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, illetve ő hát nem tudom, mennyire bízott benne, talán nem annyira, de az volt, még Dani, te is azt mondtad annak idején, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, tehát volt egy ilyen hangulat, és a 99 mozgalom pont erre jött létre, hogy Karácsony segítse, úgyhogy ez valóban a többi ellenzéki párttal kevésbé egyeztetett folyamat volt. Én megengedő vagyok Karácsony Gergellyel szemben, amikor arról beszél, hogy ládikákban gyűjtötték az adományokat. Fogadjuk el, az, hogy most kicsi vagy nagy, az az ő dolga, nem láttam, nem voltam ott. Szerinted Attila, mennyire hihető, hogy ezekbe a ládákba bankjegy csomagokat helyeztek el, 3811 bankjegy volt egy ládában, újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak, és összetapadt néhány, minthogyha frissen jöttek volna ki a nyomdából. Ez hihető? Tehát, hogyha a ládát nem cáfoljuk, akkor ez mennyire hihető, mint mikroadomány? Én, mint mikroadományozó, beleteszek közel 4000 bankót abba hát az adomány. A valóság szemszögéből nézve ez a ennek a magyarázatnak a motorja köhög egy kissé. Ezt nem tudok másként fogalmazni. A valóság szempontjából nem ártana valóban, hogyha Karácsony részletes magyarázattal jön elő, annak érdekében, hogy ne köhögjön a motor, hanem maga biztosan menjen tovább előre a valóság országútján. Csak hogyha a kampánytechnikai megfontolást nézem, Karácsony szempontjából nem lenne jó, hogyha elkezdene belemenni részletes magyarázatba vagy magyarázkodásba, mert akkor az az út lefelé vihet, főleg az ellenzéket vihet lefelé, tehát Karácsonynak az az érdeke, hogy röviden igyekezzen cáfolni, de nem menjen bele a nagyon részletekre, hogy most hogy volt ezekkel a bankokkal, és hogy nem. Hova tűnt Perés Gábor?
Hát Perés Gábor szerintem egy stróman volt, tehát ő egy áldozat ebben az egész történetben, valakik odaadták neki ezt a doboz pénzt, vagy nem tudom milyen ládikás pénzt, és akkor ő elvitte a bankfiókba, tehát neki ennyi volt a szerepe ebben a történetben, amikor újságírók ugye a második kerületi önkormányzatban kérdezték tőle, akkor látszott, hogy meg is volt illetőzve, meg volt lepődve ezen az egész történeten. Nem, tehát ő csak sőt, egy akkor eszköz azt mondta, volt. Hogy ki fog majd derülni, tehát a válasz, vagy a kérdésekre igen, majd lesznek válaszok, és azóta nem, is nem, nem fette fel, tehát erre utaltam, hogy azért lehet, hogy nem ártott volna, hogyha akkor Perjés tényleg részletesen előáll a fárbával, de nem tett. Egyetlen bizonyíték lehetne, egy fénykép arról, hogy hogy nézek egy ilyen láda. Még egy ilyet sem láttunk, tehát ez az egész történet kamu, és szerintem egyértelmű, hogy erre fel kell hívni a figyelmet. Tehát, hogyha közéletben ugye előadja a baliberális oldal, emlékszünk még a választási kampányra, Karácsony Gergely is felvette ugye azt a kék szalagot, azt mondta, hogy ők a korrupciómentesség ellen küzdenek, tehát hogy vagy korrupció ellen küzdenek, ők a korrupciómentességnek a felkent papjai, és nem tudom, miket mondtak magukról. Ez egy korrupciós ügy, tehát hogyha valaki egyébként megkenni ezeket a politikusokat, milliárd számra ad nekik pénzt tisztázatlan körülmények között, és ebből politizálnak, ez egyértelműen egy korrupciós ügy, és a pénzmosásnak a gyanúja is felmerül. Ennek ellenére nem hiszem, történet. Hogy komolyan számolni lehet azzal, hogy most emiatt a többi ellenzéki párt megvonja a támogatását Karácsonytól. Ez egy OTP feljelentés, amit lehet vitatni, lehet így is, úgy is magyarázni, majd lesz egy rendőrségi eljárás. Az LMP tényleges vezetője Ungár Péter egyébként is bejelentette már, hogy Karácsonyt fogja támogatni. Mennyire fog a főpolgármesterre ez az ügy ráégni, abból a szempontból, hogyha nem ad választ, amit te is hiányoltál, hogy cáfolatot, vagy valamilyen rövid választ ebben az ügyben, akkor az a politikai karrierjében mennyire fog kerülni? Én rövid távon csak akkor tudom ezt elképzelni, hogyha a Karácsony ellenfelei ennél még nagyobb sztorival tudnak előállni. Most nem gondolom, hogy ez a dolog alkalmas arra, hogy Karácsony renoméját érdemben tovább pusztítsa és levigye. Tehát én azt gondolom, hogy a fővárosi választók jelentős részét, akik azért inkább ellenzéki érzelműen, inkább az érdekli, hogy legalább a fővárosban ne kerüljön hatalomra a Fidesz. Azt akarod, hogy alacsony részvétel lesz azért az önkormányzati választáson, tehát általában azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzati választás, LP választás kevesebb embert visz az urnákhoz, ilyen 40-50% között várható a részvétel. Ilyen szempontból fontos az, hogy Karácsony Gergelyt mennyire tartják hitelesnek, szavahihetőnek, akár az ellenzéki szavazók. Jó szívvel szavaznak-e majd rá? Azért most látjuk, hogy hát sokan azt mondják, hogy jó rászavazunk, de nem jó szívvel például az ilyen botrányok hatására. Elképzelhető, hogy ez például a mozgósítás szempontjából egy komoly hátrány lesz meg Karácsonynak. Uraim, köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Köszönjük. Köszönjük szépen.